Idén is népszerű volt a Debreceni Egyetem egészségügyi kara a felvételizők körében. A nyíregyházi képzésekre az általános eljárás keretében közel 500 embert vettek fel. Ők több régi szak új formái közül is választhattak. Köszöntöm a stúdióban dr. Sárvári Attilát, a Debreceni Egyetem nyíregyházi egészségügyi karának oktatási dékán helyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Picit tekintsük vissza néhány évre visszamenőleg, hogyan alakul a tendencia, ez a bizonyos népszerűség növekszik, stagnál, csökken, ezt az 500 új hallgatót hogyan kell értékelnünk? Nagyjából az előző években is hasonló volt a felvettek létszáma, az idén azonban kb. 10%-os növekedést értünk el. Ez annak köszönhető, hogy egy új szakot is indítottunk, levelező formában a védőnő képzést. A legnépszerűbb szakok sorrendje tulajdonképpen nem változott, tehát a mentőtiszt, szülésznő, védőnő szakok a legnépszerűbbek. Milyen stratégia mentén halad az egészségügyi kar itt Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem oltalmában, mondjuk így? Igen, hát mindenképpen ugye azokat a szakokat, amelyek már nagyon régen itt az egészségügyi karon meghonosodtak, azokat folyamatosan indítjuk, illetve próbálunk figyelni az új tendenciákra is. Például, ahogy említettük, ugye a védőnő képzés eddig az országban csak nappali formában indul, majd két évvel ezelőtt a Miskolci Egyetem indította először levelező formában, és most erre reagálva, illetve az igényeket, munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve, mi is elindítottuk ezt a képzést levelező szakos formában. Továbbá ugye a szociális munka képzés duális formában is indítható. Ennek megfelelően mi is elkezdtük megkeresni azokat a gyakorló helyeket, amelyekkel már korábban is kapcsolatban álltunk. Hány ilyen gyakorló hely kapcsolódott be ebbe a programba? Most jelenleg 10 intézménnyel állunk kapcsolatban, ebben vannak önkormányzatok, civil szervezetek, illetve hát egyházi szervezetek is, hiszen az egyház is egyre nagyobb szerepet játszik ezen a területen, és ennek megfelelően kialakítottuk a duális képzési formát. Milyen tendenciát mutat például a szociális munkás területen a munkaerő igény? Tehát lehet-e azt látni, hogy egyre több ilyen jellegű munkaerőre van szükség, vagy hogyan alakul ez a munkaerőpiacon? Úgy látjuk, hogy igény van erre természetesen, sőt, egyre nagyobb igény van, hiszen néhány évvel ezelőtt ugye bevezetésre került az emelt szintű érettségi bejutás feltételeként a társadalomtudományi képzések esetén, és ez azt eredményezte, hogy a társadalomtudományi képzésekre, így a szociális munka alapképzésre is viszonylag kevesebben jelent, vagy jóval kevesebben jelentkeznek országosan is, ez nálunk is lecsapódik, mint a korábbi időszakban, és ez nyilván felmenő rendszerben azt eredményezi, hogy itt egy munkaerőhiány alakul ki fokozatosan ezen a területen. Tehát mindenképpen több szociális munkásra lenne szükség. Ez azt jelenti, hogy akik a Debreceni Egyetem egészségügyi karán ilyen szakon végeznek, azok jó eséllyel fognak is munkát találni a szakmájukban. Teljesen biztos, tehát őket biztos, hogy el fogják kapkodni, így van. Ha már említette itt a felvételi feltételeket és a bekerülés feltételeit, az egyéb szakokon mit tapasztalnak, milyen alaptudással vagy motivációval érkeznek a hallgatók, egyáltalán mekkora a túljelentkezés? Hát tényleges túljelentkezésről nem nagyon beszélhetünk, illetve azt mondom, hogy aki megfelel, azt mi fölvesszük. Nyilván talán a hallgatók egy része motivált, és azt a szakmát szeretné hát élete során gyakorolni, amelyre jelentkezett. Van a hallgatóknak egy olyan része nyilván, aki kicsit bizonytalan még ebben, nem alakult ki teljesen, hogy
milyen irányba is szeretne majd elköteleződni. De elkezdi, csinálja, aztán majd látja. Így van, elkezdi, így van. Tehát nyilván itt a szakok között is van egy mozgás, tehát van, aki elkezdi a szülésznő szakot, aztán rájön, hogy ez mégse az ő szakmája, akkor átmegy védőnő szakra, vagy más szakok is között is vannak ilyen jellegű mozgások, tehát mindenképpen van egy ilyen rétege is a hallgatóknak. Mekkora a lemorzsolódás egyébként egy-egy szakon? Ez változó. Na most ugye a mentőtiszt szak az, amelyik a legmagasabb tudást igényli, és hát a követelmény szintjét tekintve ugye itt magasak az elvárások, tehát azt mondhatom, hogy ott viszonylag nagy a lemorzsolódás. A többi szakon az elfogadható, tehát egy 10-15% körüli. Nyilván mondom, itt vannak a szakok között is mozgások, és hát egyéb figyelembe véve. Van arra adatok, hogy a végzettek hány százaléka az, aki valójában a szakmájában helyezkedik el? Van egy diplomás pályakövető rendszer, amit az oktatási hivatal fejleszt, és tulajdonképpen ők összekapcsolják itt a munkaügyi statisztikai adatokat és egyéb rendszerekből származó adatokat. Ez a rendszer különben éppen most ért ahhoz a szakaszához, hogy széles körűen elérhetővé válik a felsőoktatási intézmények számára, és tulajdonképpen ebből utánkövetést fogjuk látni, így van. Ami viszont komoly feltétele a diplomának, az a nyelvvizsga. Ebben hogy áll az egészségügyi kar? Így van. A nappali tagozatos hallgatókörében kb. 40%-uk rendelkezik a belépés pillanatában középfokú nyelvvizsgával, illetve van egy olyan pool, aki már mondjuk a egyik részével írás és szóbeli nyelvvizsgával rendelkezik, és aztán ugye a képzési idő alatt az egészségügyi karon nyelvórákat vehetnek, vagy vesznek a hallgatók kötelezően. Ez arra szolgál, hogy felkészítsük őket arra, hogy megszerezzék a kötelező középfokú nyelvvizsgát. Ebben tudnak segíteni a hallgatóknak? Abszolút. Tehát helyben tudnak nyelvvizsgázni? A helyben is tudnak nyelvvizsgázni. Korábban is már különböző kihelyezett nyelvvizsgaközpontok működtek a karon, de most a Debreceni Egyetemen működő DEXAM nyelvvizsgaközpont kihelyezett vizsgáztatóhelye lett az egészségügyi kar, így ott helyben is megszerezhetik a középfokú nyelvvizsgát a hallgatók. Akkor igazából már csak rajtuk múlik, hogy abszolút meg lesz-e az a diploma. Igen. Dr. Sárvári Attila, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm.